Sziasztok! Egy édes zabkekszet mutatok meg nektek, ami ez a hozzávalók 175 g búzaliszt, ez egyébként helyettesíthető, 100 g aszalt vörös áfonya, 200 g kristálycukor, egy csipet só, egy csipet őrölt fahéj, 200 g kókuszsír olvasztva és 250 g zabhely. Azzal kezdem, hogy az aszalt áfonyát, mivel néha összecsomósodik a zacskóban, összeragad, ezért a liszttel elkeverem, elmozsolom, de ez most gyönyörű, ez most nincs összeragadva, nincsenek benne nagyobb csomók, tehát amikor a masszát vagy a tésztát összeállítom, akkor nem lesz egybe az összes áfonya, úgyhogy ezzel meg is vagyunk. A következő lépés, minden szoba hőmérsékletű, a kókuszsír is fel van olvasztva. A kókuszsírt az egész tojásokkal, amit nem említettem, de itt látható a tálban, két egész tojás, azzal elkeverem. Kicsit olyan ez, mint a majonéz, de nem kell vele finomkodni, mert nagyon jól elkeveredik, és nem lesz csomós, látható, hogy hagyja magát. Nem baj egyébként, ha nem lesz teljesen sima, de igazából látható az is, hogy sima akar lenni. Ez tehát két egész tojás, szobahőmérsékletű és a 200 g olvasztott kókuszsír. Ebben mindjárt beleteszem a 200 g kristálycukrot. Ebben a kristálycukorban van valamennyi vaníliás cukor is, ízlés szerint tegyél bele, és ezzel is elkeverem. Nagyon kényelmes ez a keksz abból a szempontból, hogy egy tál és egy fakanál elég hozzá, nem kell se habverő, se gúró, dagasztógép, és már ez is össze van keverve. Innentől, hogy úgy mondjam, felgyorsulnak az események, milyen érdekes, nem, hogy ilyen jó kis sűrű massza lesz belőle. Megkapja mindegy tetszőleges sorrendben a zabpelyhet, a lisztet és az áfonyát, kap egy csipet sót, nem olyan kis csipet sót, hanem azért elég rendes csipet sót, ez is benne van. Őrölt fahéjat, hát abból is csak így szórok tetszőlegesen, ízlés szerint. Mi szeretjük a fahéjat, tehát elég sokat raktam bele, és innentől jön egy kis kézi munka, de ez se tart sokáig, hamar meg leszünk vele. Összeállítom ezt a masszát. Majd a leírásba azért beletesszük a hozzávalókat. Itt van az én kis sütőtársam, Teca is. Láthatjátok, hogyha bármi történik a konyhába, akkor ő mindig megjelenik, és arra vár, hogy potyog-e valami, hát ha valami földet ér, minden szeret. Volt már rá példa, hogy nyers káposzta levelet is szívesen megevett, de ebből is falatozna, hogyha lepottyanna a földre. Látható, hogy összeáll, nem kellett bele víz például. Azért fontos, hogy minden szoba hőmérsékletű legyen, illetve hogy a kókuszsír is fel legyen olvasztva, mert akkor ilyen nagyon szépen összeáll a massza. Ennyi volt a maga az összeállítás, és ami most még történni fog hirtelen, az, hogy megmutatom, hogy én ebből mekkora kekszeket formázok, és még mielőtt elkezdem formázni, ezt nem mutatom meg, de ezt higgyétek el nekem, hogy mielőtt elkezdem a kekszeket kiadagolni, megformázni a két kezemmel, előtte a sütőt 200 fokra bekapcsolom, mert mire elkészülnek a kis kekszek, a tepsire kerülnek, addigra föl is melegedik a sütő, és 200 fokon körülbelül, alsó-felső sütéssel körülbelül 15 percet fog sülni, de majd ezt elmondom nektek, hogy ez mennyi ideig tartott valóban. Tehát körülbelül evőkanálnyi adagot veszek ki belőle, és azt így el is lapítom a tenyeremmel. Ide készítettem egy kis vizet is, mert hogyha nagyon ragadna a massza, akkor jó dolog legegyszerűbb egy kicsit bevizezni a tenyerünket, és akkor attól könnyebben elválik. Jó, tehát amikor elkészültek a kis gombócok,
addigra felmelegszik a sütő, beteszem a sütőbe, és amikor kisült, akkor jelentkezem, és megmutatom nektek, hogy milyen lett készen, mert egy titkot még elárulok, ennek a keksznek jól áll, ha egy picit megpirul a széle, még finomabb lesz. 25 percet töltöttek a sütőben a kekszek, alsó-felső sütéssel, még forró, alsó-felső fokozaton 200 fokon, és talán azért is lett több mint 15 perc a sülési idő, mert én mind a két tepsit betettem, és 10 perc múlva megcseréltem, amelyik alul volt, az került fölülre és fordítva, de így lett ilyen szép, már nem világos, nem szőke, enyhén megpirultak, viszont így finom, tehát hagyjatok nekik egy kis pirulást, mert úgy lesz jó ízű. Szerintem ez a keksz akár reggelire is jó, egy pár szemet bekap belőle az ember egy energiabomba, de mondjuk vihetjük a gyerekeknek a strandra is, vagy kirándulásra. Nekünk az nagyon bevált, hogy a túrán van nálam ilyen keksz, és mindenki nagyon szereti, a túratársaim is. És mi is, és teca is. Bájék kedves egészségetekre, jó sütést!